Lukasenka fehér orosz elnöknek már nem csak a választási eredmények elcsalása ellen utcára vonuló tömegek miatt főhet a feje. Az Európai Unió külügyminiszterei megállapodtak, hogy szankciókat készítenek elő a tüntetőkkel szembeni erőszak elkövetői és a voksolás adatainak meghamisításáért felelősök ellen. A fehér Oroszország elleni büntető intézkedések az észt és a litván elnök találkozóján is napirenden voltak. Az uniós szankciók az általunk javasolt kezdeményezéseket egészítik ki. Először ki kell próbálnunk az összes olyan eszközt, amely szóba jöhet egy olyan helyzetben, amikor ártatlan emberek vére ömlik, közölt a litván elnök. A varsói parlamentben a fehér orosz politikai üldözöttek támogatását célzó programot ismertetett a lengyel miniszterelnök. Fehér Oroszország jövőjéről csak is a fehér oroszok dönthetnek. A mi feladatunk biztosítani, hogy élhessenek ezzel a jogukkal. Felszólítjuk a fehér orosz hatóságokat, hogy fontoljanak meg egy új, szabad választás összehívását, mondta Mateusz Morawiecki. Fehér Oroszországban a múlt vasárnapi elnökválasztás óta minden nap az utcára vonulnak az emberek. A hatóságok országszerte több ezer tüntetőt vettek őrizetbe, és két halálesetet is megerősítettek.